Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Várjatok, rég volt már ilyen... Hallotok rendesen? Várjatok, hang, van, jó, van hang, ellenőrzöm. Szóval, szia Kigyi, szia az Esztorel, szia Zozó, szia Zsolt, szia Bandita, szia Dávid, szia Tanyika, szia Misu, szia Rúr, Petyus, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 36. hónapja tartó töretlen támogatásodat. Megtisztel, hogy ilyen régóta érdemesnek találsz rá, és amúgy szia, üdv a kis családnak is, hogyha ők is itt vannak. Köszönöm szépen, sokadik, lekéstél Totyamen. Na, szóval, szia Levi, hello. Úgy látom azért, itt most pörögnek az események. Csak nem hiányoztam, vagy csak nem hiányzott a World of Tanks, vagy nem hiányzott a World of Tanks Damaskin. A többi is ilyet, hogy jaj, kapkodnak, látod? Látod, hogy meg kapkodnak. Na, figyeljetek csak, ugye mondtam azt, hogy egy új tematika szerint fogunk menni, és ugye most tematikában múltkor valamiért a lővöt mondtátok, hogy legyen az, ám legyen, ezzel nincs is semmi probléma. Hozzátenném, nem tudom, hogy a Facebook posztot olvastátok-e, de van egy nagyon nagy dolog, amit meg akarok nektek mutatni. Ugye nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan alkalom van, amikor a World of Tanks bármelyik nemű platformján nagyban megjelenik a magyar zászló. Ez ugye stimmt. Ugye az első volt Home Office Day alkalmával került be a játékba, a magyar zászló nagyban lehetett látni, és most egy újabb alkalom arra, amikor kikerülünk, és ugye nem más, mint az, hogy jövő héten 23-án Tatán lesz a 3v3 bajnokságnak a döntője, és utána meg lesz egy votos esemény, pontosabban utána és alatta, mert mi úgy fogunk érkezni, mert az eseményről a közvetítők, a rendezők, egyes versenyen résztvevő játékosok, attól függ, hogy ki szeretne jönni. Viszont regisztrációhoz kötött a férőhelyek száma, amit látjátok, 75 jegy áll rendelkezésre. A belépés ingyenes, de csak 75 jegy áll rendelkezésre, szóval regisztrálj minél előbb, hogy tud csatlakozni a bulihoz. Szia Attila! Szóval akinek még eddig nem volt lehetősége arra, hogy találkozzon velem, és közel van Budapest, és akar élni ezzel a lehetőséggel, az megteheti. Nem csak én leszek ott, ott lesz Tonkeli, ott lesz Dani, lesz a Wargaming-től képviselet, két fő, meg egy tolmács részéről. A helyszín az úgy fog kinézni, hogy 23-a, Budapest Bartók Béla út 18, 1111 Magyarország, a Buda Barcraft, nagyon-nagyon szép, tevékenységek, lehet beszélgetni, nekem a Tata szomszéd, az a baj, hogy a Tata az zárt körül, mivel az egy katonai létesítményben van, és oda azt nem mindig nyitják meg bármikor, mi is egy nagyon-nagyon szigorú beléptetésnek köszönhetően tudunk majd bemenni. Maradjunk annyiba, hogy még a lábkör mintámat is le kell adni. Szerintem nem tudok menni, sajnálom zászlóra. Ott lesznek ugye egy közösségi project manager, meg a lengyel közösségi manager, úgyhogy ott fel lehet tenni majd. És ugye ahogy Tankeli, Dani és Damaskin is lesz. Sanyi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 16. hónapja tartó töretlen támogatásodat, megtisztel, hogy ilyen régóta érdemesnek találsz rá. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szóval, annyi, hogy az esemény nem a saját csatornánkon fogjuk közvetíteni, hanem a Vatinfónak a csatornáján, illetve egy külföldi angol nyelven is lesz majd, a JXCR csatornáján is lehet majd lenni, ott lehet lenni, és lehet... Nem... Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Petyus, a 203. ajándékszuborat, megtisztelő Bojtár nevében is, hogy érdemesnek találsz rá. De ez nem így működik. Szia, Totyamen. Gratulálok, ha már senki nem gratulál, legyek én az a rendes ember. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szóval szerintem ezt jó érzés látni, ezt a zászlót, és főleg azt is jó érzés, hogy itt van a nev. Itt van a név. Na, de térjünk vissza a tárgyhoz.
Mégpedig ez úgy néz ki, hogy a löv. A lövről annyit kell tudni, pontos dátumot nem tudtam keresni, de még valamikor a dinoszauruszok korában jelent meg a játékban. Ez ugye az a korszak volt, amikor például a T-34-es még TIR 9-es jármű volt. Paterku egy, nagyon-nagyon szépen köszön a csatorna történetében a 61. ajándékszubodat, megtisztelő, hogy Bandita nevében is, megtisztelő Bandita nevében is, hogy érdemesnek találsz rá minket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, szép jó estét. Igen, elindítottátok a hype vonatot, aki részt szeretne venni a hype vonatban, cheer-rel és szubbal teheti meg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szóval, akkor is elmondom. Az a lényege, hogy ez a tank akkor jelent meg a játékban, amikor ugye a T-34-esből prémium járművet csináltak, szóval ez már nagyon-nagyon régóta itt van. Sajnálatos módon eljárt felette az idő, sokkal jobb képességgel megáldott járművek jelentek meg. Szóval kapni fog majd egy buffot, de most foglalkozunk azzal az időszakkal, ami még per pillanat megvan. Nincs pénzem, vettem új kocsit. Használd egészséggel. Petyus, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100 csírt. Köszönöm szépen. Direkt csináljátok velem. Igaz? Szóval, ugye egy 320-as alfa, ami heavy részéről szerintem kevés, szia Mikola, annak függvényében, hogy lassú a töltés ideje, amint látjátok, alaphelyzetben csak 1668 a DPM-e, szóval a trédegetésekkel óvatosan nem nagyon tudsz vele HP-t bontani, viszont az alaplövedéknek az átütő értéke 234 mm, ami abból a szempontból nagyon-nagyon jó, mert hogy AP, és az AP lövedéknek ugye tudjuk azt, hogy van egy normalizációja, ez azt jelenti, hogyha tegyük fel 70 fokba megvan döntve a páncél, mert ugye az a szög, amikor automatikusan már lepattant. Tanyika, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100 csírt. Így az AP, ez egy kicsit beljebb fordul, és tovább kell döntened, mint 70 fok, hogy lepattanó legyen. Úgyhogy ez tud segíteni. Az ágyúpontosság alapvetően nem rossz, mert egy 0.32-essel. Ami nekem probléma az, hogy 2.74 a célzási idő. Páncélzattal is vannak némi nemű problémák, mégpedig az, hogy abban a pillanatban, hogy egy picit elfordítod a tornyot, hiába van lekerekítve, szemből jó páncélozottnak tűnik a torony, de ugye ezt a pici részt be lehet ütni, viszont abban a pillanatban, hogy egy picit oldalról ütnek, akkor vannak olyan része, ahol sajnálatos módon már 200 mm-től be tudnak ütni. A frontpáncél az relatíve használható, de ugye ennek is az a fő problémája, mint minden német tanknak, hogy hiába a frontpáncélod kemény, a alpáncélzat az viszonylag gyenge. Illetve, ha megnézitek, nagyon nem tudod túldönteni, mert abban a pillanatban megint belőhető az oldala, úgyhogy nagyon-nagyon finoman kell vele szájdolni, mert nézzétek, szájdolsz, és abban a pillanatban nem ez a része lesz belőhető, hanem ez itt. Tehát nagyjából úgy kell, hogy mindig a tornyot kifele kell fordítani. Lehet én voltam buta, de én ezt a tankot nem tudtam használni. Nehéz használni ezt a tankot szerintem, főleg azért, hogy sajnálatos módon vannak olyan páncélzati problémái, amit nagyon-nagyon oda kell figyelni és orvosolni kell. A másik fő problémám ezzel a járművel, hogy lassú. Viszont ugye az elmúlt 60 napban 276.535 csatát mentek a játékosok. Nagy átlagban 1096 V8 és 48% a mérét, és 1057 damage-et osztanak ki. Átlagosan a profit 38.660 kredit, ami nem rossz szerintem. Az egy jó érték, viszont ha megnézitek, a csatákban átlagosan 5 percet élnek. 10 csatára kaptam meg, nagyon béna voltam vele, mondjuk amúgy is. Nem, nehezen játszható a tank. Ha megnézitek, azokat az értékeket, ami kell hozzá, a harmadik genmárkhoz is 2534 alacsony értékben, maga a tankkal nehéz, de egy a lényeg, ezt azért akarom mutatni, hogy ne az legyen, hogy statpanderkodunk,
hanem ez mutatja meg azt a helyzetet, hogy nagy átlagban mit tudnak vele kezdeni a játékosok. Amint látjátok, sajnálatos módon nem tudnak sokáig élni, illetve nem tudnak sok sebzést kiosztani. A legáltalánosabb felszerelése az a töltésgyorsító, ventilátor, függőleges stabilizátor. A töltésgyorsító az esetek 90%-ában fent van, töltésgyorsítót levenni egy tankra szerintem badalság. Ugye normál övetű tankoknál, tártöltős tankokra nem tudsz használni töltésgyorsítót. Ugye 61%-ban megtalálható rajta a ventilátor, 43%-ban megtalálható a függőleges stabilizátor, és utána jönnek ilyenek, mint például ugye a HP, illetve a Turbo. Meg fogom majd nézni azt, hogy el lehet-e engedni a ventilátort, illetve el lehet-e engedni a stabilizátort, és ahelyett megpróbálok majd ilyen Turbo HP setupot, meg egyéb ilyen mást, mert lehet, hogy tud javítani a helyzeten. A legjobb értékelést amúgy a függőleges stabilizátor, töltésgyorsító és turbóval 129 player setupja ilyen, ebből akik játszották ezt az egészet. Sajnálatos módon ezzel ilyen 2300 V8-at lehet elérni, nagyon-nagyon nehéz vele bármit is szerintem kihozni. Nem is azért, mert maga a tank lenne rossz, hanem régi és sokkal jobb és újabb tankok jelentek meg. Na, váltsunk át a tankra, és akkor kezdjünk el játszani. Na, itt is vagyok a tanknál. Figyeljetek, ugye itt van a lőv. Ha megnézitek, ennek van egy hasonlatos testvére, az E75 TS. Az E75 TS-nek egy picivel olyan, mintha hátrébb került volna a tornya, meg ha megnézitek, ennek itt a felső lemeze egy picivel laposabb, mint a lőv. Ennek a tanknak ugye az előnye a lőfhöz képest, hogy sokkal mobilisabb, és ez használhatóbbá teszi, viszont a mobilitásnak van egy olyan átka, hogy sajnálatos módon kevésbé páncélozottabb. Például itt van ez a két kis dudor, ez gyönyörűen, ha jól tudom, belőhető, míg a lővénél azért nincs. Jó, oké, hogy be tudják lőni ezt meg ezt, illetve a kupolát el tudják, de innen ez egy kicsit. Viszont a lővnek ez a problémája, hogy ez a rész, meg ez a rész egy nagyon-nagyon minimális forgatásnál már belőhető, azaz hiába szájdolsz, nem a oldaladat fogják lőni, hanem tornyadat. Magyarul szájdolás közben érdemes mindig az enemire nézni, vagy megpróbálni arra tekinteni, aki megpróbál téged belőni. Eddig ezzel a tankkal van 67 csatám. Nem vagyok jobb vele, mint az átlag játékosok, mert 1800 alatt vagyok átlagsebzésbe. Tehát nagyon-nagyon nem tudok vele játszani. A winrate-em az relatíve jó, mert 55% az még annyira nem okoz gondot, de nem tudok én se vele sebezni. Úgyhogy ne nagyon kövezzétek magatokat, hogy nem tudtok vele mit kezdeni, mert szerintem nehezen játszható a tank, bármilyen szinten is. Van vele egy 71%-os gunmag, de ezzel már nem nagyon akarok foglalkozni. Nincs is jelentősége. Szóval van vele csatám, eddig nem tudtam vele valami normális és kiemelkedőt összehozni. Na, viszont úgy látom, hogy közben lejárt a hype-onat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, aki beszállt a hype-onatba. És megtisztel, hogy érdemesnek találtok rá. Szóval, ezeket a loadotokat szeretném majd leszedni, viszont egyetlen egy fő problémám van. Amint látjátok, nincsen vele a field módos, vagy a hasztéri módosítás. Erről leszettem az XP-t, úgyhogy most úgy fogunk vele játszani, hogy... minden jármű... Jó, nem képezzük a legénységet. Amúgy az E75-nek van bent a legénysége. A leosztás az nagyon jó, mert mindegyik pozícióban saját személyzeti vagy legénységül. Innentől kezdve nem kell olyan kompromisszumokat hoznod, hogy mit hova tegyél. Nyugodtan lehet egymásra pakolni az összes fontosabb skillt.
Már az ötödik skill ilyen 75%-ban fejlődik rajta, úgyhogy azzal nem lesz probléma. Úgyhogy nem fog tudni vele másik fajta loadot ott bevinni. De nézzük meg, hogy mit tudunk vele kihozni, ha például, hát HP boostot az nincs ez a fajtám. Lilát nem akarok rátenni. Ha! Van ez itt. Hát annyi, hogy így nem kapom meg érte a bónuszt, annyira nem is nagyon zavar. Nézzük meg, hogy át tudom engedni a függőleges stabilizátort, és teszek rá egy turbót. Nézzük meg, hogy így mi jön ki. Így per pillanat a célzás, vagy a szórásom az 0.31, a célzás az 2.68, 10-13 alatt töltök, nagyjából 1900, amit le tudok szedni. Szia Zévov, hello, hello. Úgyhogy nem én leszek az, aki nagy ütemben fogja majd az enemit szétcsapkodni. Tegyünk bele egy kis pótkaját, ezzel már fel lehet vinni majdnem 2000-re, 9 hétre le lehet vinni a töltés időt, 0.3-as a pontosság. Úgyhogy hozzunk rá még egy kis frászt. Ezt jó lenne, de nem szeretnék költeni, úgyhogy ez per pillanat így marad. Nézzük, hogy mennyire fogok agyérgörcsöt kapni. Szóval, tegnap este amúgy még megcsináltam az összes napi küldetést. Nem tudom, ti hogy szoktatok lenni a napi küldetéssel, aki csinálja, 17 szájba tekert. Csata kellett ahhoz, hogy meg tudjak csinálni... mennyit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 napi küldetést. 17 csata alatt a hetet. Nagyon-nagyon-nagyon pocsék volt a win rate-em. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt nyerni, vagy bármit is csinálni. Érdekes, valamelyik tank működött, valamelyik nem. Nem tudom, hogy miért van ez. De ezzel nem is szeretnék nagyon foglalkozni, az már a múlt része. Viszont sikerült befejezni a Battle Pass-nak az egyik részét, úgyhogy most jön. Két arti csata, három napi küldi tegnap volt. Csináltam, hát most figyelj, okozza 2000 sebzést egy csatában, remélem meg tudom csinálni, 3500 sebzés kell össze vakerálni, meg legyek benne a kiasztott sebzés alapján a top 7-be. Azt. Utcú neki kis pahitás. Na! Ja, van egy másodlagos, oké, azzal nem, most nem foglalkozok. Maradok itt. Ami a fő problémám, hogy mennyit leszek tier 10-ben. Na most, van ellenem egy renegéd. Elvileg megpróbáltam a mocsarat. Viszont ami problémám van a mocsára, hogy ott nagyon-nagyon nehezen fogok tudni mozogni. Ugyanis maga a jármű elvileg iszonyatosan nehéz, nem tudom, hogy hány tonna kijövünk csatából is megnézem. De azt érzem, hogy talán, hogyha még a renegéd is odajön, akkor fogok tudni vele mit kezdeni. Ugye az AP lövedékem az 234, 1150, ami nem rossz, van ettől gyorsabb lövedék is, de nem rossz. 294 mm az APCR-em. 299 kumulatív talán a legnagyobb, úgyhogy a HPC-t vesszük, azért ez nem rossz átütés egy tier 8-as tanktól. A repeszem az 60 mm, de azzal nem sok mindent tudok kezdeni. Nagyon jó, médium tankok javarésze nem jött ide. Látjátok, nagyon-nagyon nehezen tudsz vele mozogni, úgyhogy egy majdnem egy ötödik skillhez nem sok kell már hátra. Úgyhogy nem rossz legénység van benne. Ez a mozgás... ez fájdalmas tud lenni. Na.
Ágyus érdésem nem sok van. Be van oda. Na? Jön. Azt ott nem fogom tudni belőni. Talán a cserőtér roncsa az jó helyen van nekem. Talán. Nem az a fő problémám. A várost elvileg megnyerik a fiúk, nem tudok előre menni. Hát azt elhibáztam, az isútól. Felvettem egy lepattanót. Látjátok, ezt mondtam, hogy nagyon-nagyon picit elfordítod a tornyot, már belövik. Oké, hogy APCR, meg minden. Ennyi. Ennyi. Látjátok, hiába van tornyod, semmit nem élsz vele. Mert egyszerűen szétkapnak, mint fogsz a lábtől. Hol? Na, hol van? Van egy pont, ami... Ja, nem tudok mit csinálni. 83 HP maradt. Jó, hát figyeltek. Lőni nem tudtam vele. Spotolni, igen. Az se rossz. Jó. Hát ez van. Ez a fő probléma a tanknak, hogy nagyon sok ilyen tank van. Annyi, hogy ez legalább elfogadható, mert például ha az S100-ot vesszük, vagy a mouse-t, ha szembenézzel az enemivel, akkor beütnek, ha elfordítod a tankot, akkor nem, ezzel meg nem fordíthatod el. Tehát ahonnan érkezik a lövés, arra kell nézned, mert különben esélytelen, mert beütik a tornyodat. Pillanatok alatt elviszik a HP-t, célzás idő az pocsék, annyi idő alatt ők is be tudnak célozni, úgyhogy nagy valószínűséggel szétszednek. Ó, minő teljesítmény, hip hip hurrá, első gunmark, haha, boldogság, de figyeljetek, 148 ezeret kerestem, oké, hogy van benne egy küldetés, de na, sebzés nem sok, de dől a lóvé, nice. Hát ez a célzás idő, ez annyira nem tetszik. Maradjunk annyiba. Hogy az a tölt. Na, megkaptuk az első tier 10-et? Kiha. Menjél, hevizzél. Hát figyeljetek, marad az APCR.
Hát, nem tudom ti hogy vagytok vele, de én egy lővel nem biztos, hogy szembe szeretnék találkozni egy Face-1-gel, egy E50-emmel, egy E5-tel, illetve Super Conqueror-ra, mert tök mindegy, hogy hol, de belőnek. Tehát nem kell célozni. Elég ráhúzni a tankra a célkeresztet, az boldogság. Már beütik, úgyhogy maradok hátul sniperkedni. Lehető legtovább megőrizni a HP-mat, és amint tudok, lövök. Vigyázva, ami csak van. 445 méter látótáv amúgy az megvan. Az nem talált senkit. Azt meg nem láttam már. Drága APC-et pazaroljuk. Feleslegesen. Az a helyzet, hogy úgy látom, hogy nagyon spotter nincs. E50 a szokásos pozícióba. Ott egy T30. Állott valaki, nem tudom. Azt a csét előni. Szinte lehetetlen. A G-sor menekül egyet. És ez a fő problémám, hogy ugye bekényszerítenek téged egy ilyen játékba, hogy maradj hátul, és viszont ha rohanni kell majd a sebzésért, esélytelen, mert nagyjából egy Gletscher is gyorsabb nálad. És szerintem van a tanknak egy olyan pszichológiája, hogy mivel félted magad, mert azt tapasztalod, hogy mindenki is belövi a búrádat, ezért elkezdesz nagyon-nagyon finoman kempelve játszani. Aminek nagyon hamar meg fogod inni a levét, mert nem tudsz menni a sebzés után. Hát figyeljetek, szerintem ebből még az 1000 se lesz meg. Lore próbálott valamit. Bohóckodni. Nagyon jó. Az ott kapja az égi áldást. Első lövés. Vissza nem tudtak spotolni. Az STA 2 húzza vissza. Ah, várjatok, 0-3. Az eddig jó. Oké. Mivel nagyon sebességem nincs,
Ezért jobban járok, hogyha már most visszahúzódom. Ez egy célszerű pozíció lenne, csak nagyon hamar be tudnak kerülni. Szerintem itt talán itt tudok a legjobban védekezve játszani. Ugye itt van bokor, Huldon, nem tudnak elvileg olyan könnyen bejönni mögém. Hát, ha még ide kiálltok egy kicsit. Na. Progetto az én spotom. így megérte. Nem a legokosabb pozíció volt. De azt kell, hogy mondjam, egy így megérte, hogy kaptam belőle kétszer, háromszor, hát kétszer többet. Háromszáz tizenkettőt tudtam ő... Hallod? Az E50-en nem volt irányított ütközés. Haha, nálam meg volt. Ennyi. Nem tudom, hogy volt-e blindom. Na mindegy, úgyhogy... Jó. Oké. 2200-at sebeztem. Tök király. Na mindegy. Na. Áhá, tier 7. Nagyon jó, nézzük a leosztást. Elvileg a Caravan AX az egyetlen egy olyan tank, amivel nem tudok páncélból játszani. Az egy dolog, hogy a boros be tud flankelni és nagyon sok HP-t el tud vinni, a Progetto meg tudja oldani, de elvileg talán a Centurion AX az, akitől kell fél, nem a többivel játszhatok páncélból. Nem tudom, ide nem merek kimenni, sebesség véget, úgyhogy marad ez a rész. De talán, hogyha sikerülne egy ilyen pár harcot vívni egy ilyen IS-sel, Tigrispével, a Karival nem akarok, mert azt nem valószínű, hogy átütöm. Nem tudom.
Igen, azért egy tier 8-as tankkal azt mondom, hogy hát ha találkozok tier 7-esekkel. Tényleg ez az érzésem ezzel a tankkal kapcsolatban, hogy sajnálatos módon vannak vele problémák is, vannak vele félnivaló. Nagyon jó, az ilyest meg is kaptam. Van két arti. Eddig csak láttunk egy ilyest. Meg egy lightot, ami meghalt. Ez nem sok. Nem hagyom ki a páncélt. Ez elkapkodott lövés volt a részemről. Ez egy nagyon elkapkodott. Nézzétek, hol van a TD. Az enemy TD-je. Tigris pénz szerintem már nem fog kijönni. Az ilyesnél az hiba volt ezt a lövést elrontani. Fasza. Sziasztok. Éltem a skin. Hello. Arti, nem lesz jó. Itt vagy? Igen, itt vagyok, adásban vagyok. Mit szeretnél, tessék? Ja, élő adásban? Nem, halottban. Szóval, hogy érteni. Adásban vagyok. Nincs olyan, hogy nem élő adás. Yeah. De akkor most... Igen. Ezt hogy érted, hogy hallottad el? Vagy hogy... Irónia. Iróniának hívják. És ez valaki nézi? Az iróniát? Szerintem szokták. Jó műsor szokott lenni. És azt hol lehet nézni? Például itt nálam. Ja, de várj, a YouTube-on? Twitch-en. Nem lesz jó. Arti le fog bontani. Ezt elrontottam. Szia, Levi. Hello, hello. Üdvözletem. Ezt elrontottam. Nem kellett volna kitámadni. Nem figyeltem fentre. Na, szóval. Hát igazából elmondtam, hogy le tudják bontani a HP-mat, és le is bontották. Na, szóval gyakorlatilag
A lőve az annyira hátrányos helyzetű tank, hogy ott nem hagyhatod ki a gondolkodást. Tehát azt semennyire nem hagyhatod ki. Úgyhogy... úgyhogy ne játszatok így vele. Mert így jártok. Nem tudok vele mit csinálni. Na az a baj, az most még csatában lesz. Na mindegy, addig megyek egy boros kólát, vagy valamit. Hogy ne csak az legyen. Szóval, nagyon-nagyon fontoljátok meg, hogy mit csináltok. A páncélba szerintem nem szabad hinni. Mert nagyjából szerintem a páncél inkább a nem létező kategória. És ezzel most lehet, hogy nagyon-nagyon sok profi játékos megfog. Azt fogja mondani, hogy hülyeséget beszélek, de én nem érzem a lővet annyira páncélozottnak. Meg tudják oldani, hogy belőjenek. Na. Szóval. Köszi. Elvileg van két light, egy arti. Nem biztos, hogy nagyon-nagyon előre mennék spoton, inkább megpróbálok, ameddig lehet csipegetni. Megnézni, hogy mi a helyzet. Dama, csak az a lényeg, hogy maradj nyugodt. Én mindig nyugodt vagyok. Na. Hát úgy látszik, Levi elhagyta a szervert. Nem szereti az Irónia című műsort. Jó, az a gyújtás az jó volt, a második lövés béna volt. Első lövés. Nem tudom, hova ment. A boroskólának azért van két lövedéke a tárba, mert az egyik az selejt. Gonzáló nevezetű tank. Az mit tud? Az szerintem egy... skinezett kaliban, nem? Gonzalo az egy skinezett kaliban. Történik valami? Haha. Hát az a baj, azzal sokra nem megyek, hogy ott történik valami. Na, úgy viszont... Hát, ha előrébb jön. És miért ne jönne előrébb? Hisz bátor. Az nem talált. Le kell innen lépni. Szia Jani Fater, hello, hello. Sziasztok. Ilyen felesleges lövések kategóriája. Üdv mindenkinek, sziasztok!
Muszáj. Muszáj vagyok. Várni ilyenkor. Tehetek. Ezzel csak egyetlen egy problémám van, valahol itt van a Scorpio is. Scorpio, az egy másik. Ezt a 122 TM-et ki kell innen szedni. Jó lenne, ha kilőnétek. TD-k. Sokra nem. De amúgy jó volt a megérzésem, jött a Scorpio. Na, hát természetesen a lővel az a kitámadásom, hát az zseniális volt, Sziarataf. Mindent is vitt. És nem tudtam tier 7-es tankokat lefarmolni, úgyhogy... Kategória. Na, írni se tudom. Tiszletem. Az is jó. Retaf, tiszletem, mi újság. Ne foglalkozz vele, én meg elolvasni nem tudom. Tök mindegy, hogy le tudod-e írni rendesen vagy sem. Én úgyse fogom elolvasni. Megint tier 10. Minő gyönyörű magnifico. Tutto bene, csak is erre vártam. Meg minden ilyesmi, na mindegy. Na. Mit lehet kihozni ebből? Hát... nem tudom. Figyelj! Itt megpróbálok lőni, amennyit csak tudok. Megpróbálok heavy oldalt maradni. Nem nagyon frontharcot vévni. Majd kiderül. 60 TPS, 100 T57 heavy. Hát elvileg nem vagyunk rosszak. Heavy szempontból. Minden más annyira nem jó. Hogy látom... hogy vagy látom nagyon happy. Délelőtt nem az a hölgy volt a pékségben, akit... szerettem volna. Viszont délután igen. Ami egy jó volt, csak hát, hogyha én ennyit fogok járni abba a pékségbe, akkor...
Én rohadt dagat leszek. Na mindegy. De megkérdeztem tőle, hogy mindenkivel ilyen kedvese, vagy csak velem. Hát sajnos azt mondta, hogy mindenkivel. Áj! Nem már! Hallod? 6000 évnyi szűkülés után ennyivel képes vagy kiszúrni a szemem, hogy lövök egy földet? Tök bután jön ki. Hogyhogy nem ütöm be. Tehát meg kellett volna ütnöm. Ne bujócskázzál már előttem, hát... Igen, sok lesz a kenyér ide az. De... Seggarc, vedd már észre, hogy más is van mögötted! Hát... Na... Állandóan elém jössz, hát már agyérgölcset kapok tőled. Sebző találat megvan! Figyeljetek már, most én vagyok. Én értelmezem rosszul a célkeresztet. Miért? De miért? Miért csinálja ezt? Mondom, van olyan tank, aminek nem kell gondolkodni. Elég ráhúzni a célkeresztet a járműre. Na jó. Új.
Úgy élvezem én a tankot. Nem tudom. Hát nem tudom, szerintem azt vártátok, hogy majd mondok valami jó dolgot a lővel kapcsolatban. Az a jó dolgom, ha meg akarod venni, ne vedd meg. Ha meg megvan, akkor felejtsd el, hogy megvan. Nem, egyszerűen nem tudom, értelmetlen. Szia Sanyi, hello, hello. Úgyhogy, ja. És te Rataf, hogy vagy? Hát figyeljetek, se megsemmisíteni nem tudok járművet. Én szeretem ezt a tankot, csak meg nem lehet megszokni. Tehát, hogy fogalmazzam meg nektek? Az, amikor egy tankot meg kell szokni, hogy na, ez ilyen, azzal a tankkal nem érdemes játszani. Mindig olyanokkal érdemes játszani, ami adott körülmények között jó, vagy nagyon jó. Ami a szódával elmegy kategória, azt már felejtsd el. Semmi értelme nincs, csak pazarlod az idődet, pazarlod az energiádat, és pazarlod az a türelmedet. Csak pazarlás az egész. Tehát, ha még azt mondanám, hogy megvan ennek a tanknak a kettősége, hogy egyszer mész egy jót, utána egy rosszat, egy jót, de nem tudom. Hogy ne lenne érdemes, nem mindenki húshorgász, van aki csak játszik. Jó, és azért neked mindegy, hogy milyen... hát hogy fogalmazzam meg neked? Tehát, ha még csak le is ülsz, és ha csak leülsz és játszol, akkor is szerintem célszerűbb, mert sokkal több élményed lesz, és kevesebb mérgelődésed. Érted? Van bőven annyi tank, ha azokból nem tudsz választani magadnak egy-kettőt, amivel érdemes játszani, akkor az a baj van, akkor ezzel a játékkal az szerintem félre kell tenni, és játszani kell mást. A lőv szerintem nem azok közé tartozik, amit úgy érdemes. Az meg, annak ide kellett jönnie. Húzzátok vissza.
Aha. Jó, én elhiszem. Én elhiszem, hogy pont annak úgy kellett történnie, mert rosszul csináltam. Úgyhogy APCR-re és valószínűleg valamelyik ívet részét találtam el. Az a baj, visszafordult az összes med. Visszafordult. Az ilyes is visszafordult. Hát csak ő maradt itt. Na. Viszont nekem tartanom kell egy gyors biológiai szünetet, mert a gyomrom sajnálatosan jelzi, hogy kapjam be. Na mindjárt jövök. Bocsánat. Nem tervezett technikai. Vigyázzok a bázisra. Mindjárt jövök. Már úgyse érnék oda a csatára.
Na, vissza is értem. Szia János, hello, hello. Na, amúgy visszajött felém a... ilyes, lemaradtam róla. Vagy nem. Hát figyeljetek, a kreditet relatíve, még annak ellenére, hogy NPC-ért, meg micsoda, csoki, ahhoz képest relatíve nem hoz rosszat. Tehát abból a szempontból amúgy nem vészes. Hó! Na! Arti nincs! Az nincs! De van helyette egy LC-vön. Nagy ötlövő, Suszelsz 30 PM-ek. Scorpio G. BZ 176. Ja tényleg, kiírtam az új temat, menetrendet. Csütörtökön is... mi? Volt lesz. Ott majd a T3485M-mel fogunk foglalkozni, az tier 6. De megnézem, hogy mit tud az a picike jármű. Tier 6 szerintem egy nagyon-nagyon jó DPM-mel, meg egy nagyon-nagyon jó karakterisztikával ellátott jármű. Meg megnézzük, hogy kis szinten mi a helyzet. Kérdés, hogy tankérős adásra tartottok-e igényt? Nagyon jó, a közép kimaradt. Hát... Most eltaláltam. STRV. Hát ez így zseniális. Esélyed nincs.
Hallod, lenyomták az 1-es 2-est. Ti ezt hozzá tudtok úgy szólni valamit, mert én nagyjából semmit. Nehéz játszani tiért ezen kívül. Figyelj! Figyelj! Ennyi! Hát jó, most figyelj, oldalamat mutattam János, tehát abban nincs, abban nem volt meglepetés. Az lett volna a meglepetés, hogyha nem talál el. Az a helyzet, hogy az a bézelgyú nem mindenkinek működik. Tehát, ha én leülök bézézni, nekem nem talál úgy semmit. De ha megnézed, tessék, itt van. Konkrétan ez a három tank nyerte meg a meccset. Senki más. Ez a három. Ennyi. Tessék, tier 10! Lőd a mouse-t! Lőd a mouse-t! Mert az várja, hogy lőjem. Fú, gyerekek. Mi lesz itt? Kevesek leszünk ide. Szia, Perec! Igen. Az összes az. Hát én már nem tudok innen elmenni. Nekem nincs meg a mozgás kultúrám hozzá.
Az nem érte meg. Nagyon sok HP-m lett oda. De ez nem érte meg. Rohadtul, de hát ez van. Ki már itt kellett volna maradni. Úgy voltam vele, hogy letolják, de... De nem tolták le a T-54-et. Az a baj, hogy én nem kapok belőle spotot, tehát ez elvitte az egészet a T-54 mod 1. Érthetően, mert az övé volt. De nézzétek, egy T-54 mod 1 páncélozottabb tud lenni, mint egy lőv. Tudom, orosz. Ja, meg pontosabb. Fasza. Ez mégis hol találtál el? Ja, hogyne. A gunshieldet oldalba. Egyet lőtt. Jaj. Nyertünk. Érdekes mód, nyertünk. Én nem vártam ezt. Ott volt egy hatalmas nagy hiba a részemről, a T-54 mod 1 az rengeteg spotot elvitt, mindjárt megnézem, de szerintem ő legalább egy ilyen
öt kell kombináltal jött ki abból a meccsből. Nem, de 3001-et összehozott. Nincs a tanka a killem. Az baj. Legalább két kill kellene. Ez a sebzés mennyiség, amit tudok vele produkálni, plusz két kill, szerintem az jó. Ugye, hogy milyen fura? Nagyjából ilyen 2500 meg két killre azt mondja az ember, hogy ez egy jó eredmény. Na, nézzük. Két arti van. Padján el lehet vele lenni. Itt a középre nem biztos, hogy odaérek, meg a két arti mellett az veszélyes. Itt lent lehet játszani a heavy ellen, de mind a tigrist, mind a 703 kötője 2-t nagyon-nagyon figyelembe kell venni. És szerintem még az M4-es sem szabad alábecsülni. Mert nagyon komoly meglepetést tud okozni az az M4. Szerintem az egyik legjobb tier 7-es heavy tank. Ez itt. Jóság Perec, milyen volt a verseny? Hogy haladtok a... Vagy hogy haladsz a... ház vagy a szoba átalakítással? Mert ugye csak a szobát választott kettő. Elengedtük a hegyet. Elengedtük a közepet. És? Jó, 3-15-ből. Kis tanyos a tigris. Kis tanyos volt a tigris a horit. De... Bakker, ketten mentetek rá, hát miért hagyjátok játszani a horit? Így nehéz. Az esemény mind mindig nagyon jó volt, hazajöttem délre és vagy két órát aludtam, szobaprojektnek hivatalosan is kezdetnek lett nyilvánítva, tegnap túra miatt, meg piszkoszó, fáj mindenem, meg a derekam is, meg izomlázis, az fasza.
Aha. Jó, oké. Oké, rev 4. Jó. Elvileg a... De miért? Ennyi. De be lekupoláznak. Na mindegy. Amit lehetett kihoztam, de elfogyott a HP, és sajnálatos módon amúgy ezt annyira de nem tudom megérteni, hogy két tank rajta van az egyiken. És az az egy. Azt tud téged lőni, mert a másik kettő nem ficeg, mozog, lövi, piszkálja, zavarja, idegeli, tehát bármit, amit el lehet mondani. Hagyja jön ki a jármű, mert úgy látom, hogy van rajta 50 ezer szabad tapasztalati pont, az gyorsan el kellene tolni. Na nézzük. 30 pont. Elvileg a pontokból, ha minden igaz, hol van, nem kísérleti, nem fejlesztettet, úgy néz ki, hogy HP-t tudunk venni, ezt tudunk, ezt tudunk, ezt tudunk, ezt tudunk, ezt tudunk, ezt tudunk. 30 pontból, hol vagyunk? Szerintem. És más nagy World of Tanks játékosok szerint is. Ezt érdemes kivenni, meg ezt érdemes kivenni, mert ez a kettő nincsen. Mert ezt a kettőt nem tudod még máshonnan megszerezni, csak így innen. Na, három kill lett. Jó. Figyelj, ő két lövés ebből a mennyiségből, az amit rólam szedett le. Csak annyit, ha más lő meg, akkor ez még itt sokkal-sokkal több. De figyeljetek, szerintem eddig nagyon úgy néz ki, hogy a win rate az nagyon gatya. Négy, 4047-et lőttem a Borosko, oké. Jó. Szóval eddig úgy néz ki, hogy ilyen 2000 átlag sebzést tudok vele hozni, 8 csata. Ez jelentett nekem 400 ezer kreditet. Ja. 1 millió 100-ból 455 ezre tudta megtartani az úgy. Mennyi?
50 ezer körönként, az úgy nem rossz. Az úgy nem rossz. Winrate az nagyon rossz, meg az átlag... Nem, egyszerűen feltétlen tudok vele ölni. Tehát nem tudok kiszedni tankokat. Ami baj. Na. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. És kifújt. Ennyi. Nagyon jó. Akkor lehet bekapcsolni. A halszéri módosítást kifejlesztve. Nézzük, tudunk-e valamit javítani a tankon. Haladás, vagy a sebesség megtartásához különböző, igen. A járműtest forgási sebességéből a felfüggesztés ellenállóságába. Hát, szerintem ide egy forgási jobb. Célzókör mérete, célzási sebesség. Elvileg azt mondják, hogy inkább legyen pontosabb a löveged, és tartson tovább a célzás. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de adjunk neki egy pontosabb löveget. Adjunk neki látótávot. Nagyon jó, és mit tudunk még tenni? Mozgékonyságot és tűzerőt. Na, méket tegyem hozzá. Mert... Ugye ez azért nem működik, mert ugye bounty van betéve. Ez az első. Adjunk neki tűzerőt. Jó, annyi van, hogy mivel hozzátettem a tűzerőt, ezért ezt a kettőt meg kell cserélni. Na, 9,5 másodpercenként fogok mellé lőni. Érdekes, érdekes, na mindegy. Szóval... A HP azért nem rossz. 90 tonna. LOL. 90 tonna ennek a tanknak a súlya. Azért az a 45 km per óra. Amit... Vagy 40 km, azért az nem rossz. Azért az nem rossz, hogyha ezt a közel 100 tonnás gépet mozgatjuk. Az úgy, azt kell, hogy mondjam, hogy baráti. Amúgy eláruljátok nekem, hogy miért pont a lővét mondtátok múltkor? Vagy csak mondtatok egy tankot, ami eszetekbe jutott, és pont ez volt. Na, egy tier 9-es közeg. Na nézzük, vajon a halsztéri módosítás javított-e a lövegpontosságán? Ugye elengedtem a függőleges stabilizátort. Mert úgy voltam vele, hogy nem kell. Jobb a HP és a turbó. Hát, nem tudom. Szerintetek? Ez az 1840 HP, ez nem rossz, mert annyi HP-m van, mint egy face vannak. Csak hát ugye nekem 320-as az alfám, és nem 390. Ha ez a töltés ideje lenne, és lenne egy ilyen 360, 390, akkor azt mondom, hogy ennek a tangnak az jót tenne. Minden maradhatna ugyanígy, ahogy van. Csak sebezzen nagyobbat.
Hát... Az a baj, onnan ide lehet lőni, és ott azért lehet hátul tank. Ott is lehet tank. Ott is lehet tank. Szia, Pityi. Halihó. Az a helyzet, hogy ott már nem férek oda. Hogy a G-sor azt tőlem kapott-e, azt nem tudom. Ezt a rút onnan bontani kellene, de azt nem fogod tudni. Itt nem tudok menni a T-30 miatt. Jó. Hát, téged meg ide kellett, hogy egyen a fene, igaz? Mert neked nem volt ott jól, eddig voltál. Hát nem tudom. Nevi oldalt nem tudom, hol lehetne megtolni. Láttunk minden TD-t? Igen.
Jó. Gyere T30, gyere, gyere, gyere már T30, hát... Átlövök a tankon? Az jó. Tankot mindenképpen ölök. Szia Sanyi, hello, hello. Hát most dobtam ki 20 ezeret a profitból. Hát figyeljetek, ha nagyon-nagyon finoman játszol a tankkal, és tényleg lépésről lépésre haladsz, akkor lehet vele játszani. Nem szabad belemenni ilyen nagyon-nagyon adokkapokba. Azt azért már érzem rajta. Én nagyon-nagyon finoman másodvonalbeliként lehet használni. Sokat nem kell várni. Na figyeljetek. Azért, hát ez itt sok. Ez itt sok volt. Szia Corran, hello, hello. Jaj. Amúgy szerintetek innen van még szeptember 6-ig esélyem befejezni a Battle Pass-t? Ilyen véghajrás sztoriként. Ha minden nap nyomod, simán. Hát figyeljetek, van 4 light. Szerintem itt el kell mennem hegyre. Csak kérdés, hogy nem kerülnek minket hátba. Na minden nap nem tudom tolni, mert ugye holnap farming lesz. Ped Rozs DZ47. Köszi a követést.
Hát egy örök éve. Nagyon jó, spotra kerültem. Aha! Jó! Örülök, hogy leszálló pályának képzeled a seggem. De lehetett volna rosszabb is. Hiányozni fog az a HP. Abba a bokorba van. A light. Máshonnan esélytelen, hogy spotoljam. Kettő egész hat tized másodperc alatt halt meg az a tank. Már hogy annyi idő alatt szűkülök be? 2,6 másodperc. Aha. Kettő hatvanat. Jó, hát én sok mindent elhiszek, meg sok mindent megértek, de... De akkor is. Baj, hogy... Hagyni kell dolgozni a többieket. Kettő 91. Nem valami, nincsenek valami bitang lövéseim. Arra kell figyelnem, hogy innen ide tudnak lőni egy bizonyos távolság után.
Nagyon jó. Az a baj, annak a G-sornak veszett jó az ágyő. Azzal már nem fogok tudni foglalkozni. Talán a Lancent még innen el tudom lőni. Nem rohanok, tehát egyszerűen esélytelen odaérni. Tehát annyi lehetőséged van, hogy megpróbálsz a lehető utáni pillanatban lőni egy ágyút. Ennyi, tehát nem tudsz odaérni. Hát figyeljetek. Nem tudom. Ha azt veszem, hogy a nagy átlag tud vele sebezni 1000-et? 1100 volt, igaz? Ahhoz képest nekem megy a duplája. Az jó, nem? Ti hogy értékelitek? Ha már az átlag játékosokhoz képest kétszer jobban teljesítesz, az már jó, nem? Mindegy. Lassú játék, az megy a tanknak. Ez a lassú megfontolt, hogy most ezt mennyire tudod játszani a mai világban, vagy a mai vodban, az kérdéses. De ez itt nem rossz. Értem. Hogy állok? Per pillanat 293 aranyat tudok kihozni, egy nap 11 óra múlva jár le. És 561-et. Ebből jól tudom, ezt 750-ig lehet vinni, ez pedig 500-ig. Ti ki szoktátok hozni a VOD Plus-ból, hogyha van nektek a maximumot? Vagy azt mondjátok, hogy fúj, Wargaming, nem kell nekem. A VOD Plus-od. Kezdjél vele azt, amit akarsz. Fog most jönni, britek, igaz? Igen. Jó. Szerettem. 7 tokenem van. Az a baj, abból a TD-t lehet kiszedni. Az meg nekem annyira nem. Az annyira nem gyere be. Feltír. Jajjaj. Hát most mehetek a heavy dühöngőbe. Azt ott lehet. Ja, tényleg, vettem a reflektorhoz új trafót és azt az USB-s valamit, és konkrétan sokkal nagyobb a fényereje, mint ennek, amit a régivel használok, úgyhogy holnap mehetek venni egy másikat. Tényleg ti tudtok olyan, hogy USB-C-t
alakítod át USB A-ra. Tudod úgy, hogy az USB-C-t dugod be valamibe, és utána bele tudod dugni az USB A-t. Ezt a nagyot. Ti tudtok olyan átalakítót? Mert olyanom van, amiből USB-ből tudok C-set csinálni. De fordítva nincs. Persze, OT... Mi az az OTG? Oldtimer tuning? Amikor az oldtimer rendszámos kocsikat tuningolod, vagy mi? Az OTG. Nem akar hibázni? Szabad csak ennyi van. Ez a neve az USB-C, USB hajzat. Oké. Köszi. Ah. Hamarabb kellett volna jönnöm. Nem azt céloztam. Én nagyobbat lőttem. Azt mondom, hogy meg... Az a baj, hogy befoglalunk. Az miért? Pattant. T32, ez most nem érdekel. Hüslik, azaz.
Nem értem. Már csak az artikel. El vagyok. Ahogy kimondtam, hogy el vagyok, kaptam egy 426-ot. Abban a pillanatban, hogy kimondtam, hogy article, meg el vagyok, 4-26-tal nyakon szart. Mindegy. Szia Bruti, hello, hello. Mintha magamat láttam, hogy csak azért csináltam kóran. Csak azért csináltam. Jó van az. Tojni rá. Figyelj, 91 ezeret kerestem így is. Hogy állunk a mai napon? A lővel. Kerestünk 600 ezeret. Figyeljetek, 600 ezeret eddig hozott a löv. Nem rossz. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem rossz. 2229. Javult vele az átlagom. A átlagosan kilő tankok azokat nem tudom hozni, az kevés. De 1158 az átlag XP. Hm. Ezek után mondjam, hogy hagyjátok a tankot. De tényleg hagyjátok a tankot. Nagyon nagy figyelmet igényel. Szia Butyi. Hello, hello. Isze? Mit na ez az? Mi ez az? 6 órától kezdtem, 8 óra 12 van. Nem most azt mondd, hogy ez az, hanem majd amikor 6 órakor itt fogsz topozékolni, hogy na, mikor kezdünk, mert tank lesz, akkor azt mondom, de így 2 óra 12 perc késése, Butyi. Á. Kedves barátom, hogy van ez? Kifogások nem nagyon hatnak meg. Azt kell, hogy mondjam. Nem baj, itt vagy. Az a baj, óvatosan kell bánnom ezzel az iróniával, mert ma már valakit megbántottam vele. ma már sikerült valakit megbántani. Aztán nem feltétlen jó. Maradjunk annyiba. Attól, hogy most valaki egy picit zavaró vagy idegesítő tud lenni, attól még nem kell vele bunkónak lenni. Téged nem tudsz? Hány tankom van a garázsba? Semmi rosszat nem csináltam, Kigyi. Csak
annyit kérdezett, hogy adás van. Mondom, élőben vagyok. Adás van. Milyen? Élő? Nem. Halott. Az meg milyen? Hát mondom, olyan ironikus. Az meg mi? Hát az nem én. Az nem én voltam. Arról én nem tehetek. Nehogy bár az én hibám legyen. Bunkó a streamer, jaja. Bunkó vagy Baxi? Látom a főcímeket, érted? A streamer, aki prédikálja, érted? Azt, hogy légy kedves, a másikkal volt bunkó. Na. Hát, amint látjátok, nem nagyon szarakodott. Vadlud, Baxi, te viszont bunkó vagy. Egy kitömni való barom. És még finom voltam. De maga nem streamer, hanem votos. Vagy valami. Nem tudom belőni! Tőle tanultam ezt a szöveget, dáma. Dáma. Vagy megy valahova. Itt nem lesz jó. Itt nem lenni sebzés. Innen menni úgy, hogy mindjárt segbe lőnek. De úgy rohadt nagyon. Tízest szedtem ki! Bum, 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 bum. Bum 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 bum. Ott vigyázni kell majd. Figyelj! Figyelj! Megyek! Tolom! Megyek! Tolom! Pofán fog vágni egy TD. Figyeld meg! Fene. Azt el kellett kapkodnom azt a lövi. Zsolt, kitartást neked a munkához, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Várunk szeretettel, gyere majd. Azt jól elszúrtam. Ezt el úrtam, de nagyon. Nem kicsit, nagyon.
Na. Van egy LC-vöm. Azt kell legémülni. Illetve majd a G-sort. Hát... Na nézzük. Minden jól megy, akkor le tudok adni majd kettő lövést. Azt nem mondtam, hogy olyan lövést, amit talál is. Az úgy jó. Jó, az az Indian Puncher még adott egy második esélyt. Hát az a baj, hogy a projectunk az kuka. A T-54 mod 1 azt nem tudják honnan lőni. Ő meg finisheli. Felesleges volt az a lövés áradat. Az LC van az itt ül bent. Na, az biztos, hogy ő ott ül. Adunk annak a bokornak, figyeljetek. Tudjuk, hogy még bokorban van. Úgyhogy arra keresünk egy olyan részt, ahonnan rá tudunk látni. A kettő átment. Pedig felteszem az ötös lottó nyereményemet, hogy ott van, látjátok? Ott volt. Leg. Ezt akartam mondani, hogy elvileg őt onnan szabadon lőhetem.
biztonságban. Őket onnan szemből biztos, hogy nem szedjük ki. Tuti. Az mi? Valaki megmondja? Most érdekel az ötös lottó nyeremény, vagy nem érdekel? Hát vadló, tehát most részletkérdés. Állandóan itt ezt a szőrszál hasogatást. Tehát bármit mond az ember, abban a pillanatban bele van kötve. Már is megmondom, mennyi tankom van. Kettőszázhatvanegy darab tankom van. Alakulunk. Mi? Nekem 12 mindig. Hogy 12? Butyi, azt mondta, hogy összvisz... Miért? És a többivel mit csinálsz? Azt nem mondta, hogy azt csinálod, hogy játszol egy tankkal, megunod, eladod. De miért 12 darab tankod van? Na, és még az a 12, amivel játszol? Háromszázöt darab tankod van? Az jó. Soroljad! Tovább is van, mondjam még? Mondjad! Ó, 20-ból vannak ketten. Hárman. A piszkos 12. De csak azért, mert nem mossa le a tankokat. Úgyhogy pont 12-vel van több, mint kell. De most miért mondod ezt, Perez? Ezt miért mondod? Butyinak az összes tank is kellene. Thank you.
Lesz jó. M2, T49, level 260, T30. Remélem megérte. Az a baj, nem tudtam jobban kifordítani a tankot. Ez a fő bajom. Nem tudom, hogy volt neki három gunnerke, de biztos. Az a baj, az a C59 az nem fog feljebb jönni. De várjál, neked miért van Super Conquerorod, amikor állandóan szidod? Visszavettem, mert mondtad, és amúgy vissza, az egy nagyon-nagyon jó tank. Azt a szirénát valaki kapcsolja már ki, mert felrobbanok tőle. Mint hogyha a gyerek üvöltene a fületbe. Az a baj, ez csak track. Mindegy, amit lehetett kihoztam. Mindjárt jövök egy pillanat. Na. Itt is vagyok. De sajnos ez a csata nem alakult jól.
Vereség lett. Szia, Quorum! Kösz, hogy itt volt a jó pihenést, üdvözlöm Évit is! Az eddigiek láttam. Nektek mi a véleményetek a lövről? Lassú tohanya. Elavult. Már félsz, hogy a csapatodban van? A városba. Az még baj is lehet. Nagy Laca hún. Thank you.
Nem tudtam a vézi ellen úgy fordítani. Meg valamiért lefele zoomolt. Ezt amúgy nem értem, hogy amikor tegyük fel, így tartom és elkezdek zoomolni, miért tolja le? Mindegy. Lényegtelen. Az a baj, az a cross, az nem volt jó. Mindegy, eldobtam a HP-t és utána végjátékra már nem volt. Pedig egy ideig szűkült a vézé. Na mindegy. Ez van. Nem tudsz vele mit csinálni. Ja tényleg, leteszteltem a... Micsoda? Ha vége az adásnak, reggelre fent van a VOD. Annyi, hogy abban a minőségben, ahogy az adás készül, mert úgy megvan nagyjából reggelre, legkésőbb ilyen 10 óra felett tudom publikálni, úgyhogy itt Twitch-en a vodok nem lesznek elérhetőek. Aki lemarad az adásról, az majd YouTube-on megnézheti. Kérdés, hogy a szubosoknak hagyjam-e meg? Vagy teljesen nem lesz elérhető? Ez a két opció van. Aha. Akkor a szubosoknak hagyjam meg, jó? Kettőből egy legalább talált. Ilyet szeretem. Na, ne repkedjél itt.
Baj lett volna, hogyha itt lenne Arti. Fú, viszont elkezdett verni a víz, de nagyon. Ő kimozdul. Nehogy nem mozdul. Szia, Bence. Kész lett a videó, Bence? Ja, T-32, amit nem tudok átlőni. Az. T-32-t nem tudom átlőni, ő pedig eltalál. Ez a gun, ez megöl. Ezek az LC-ben, érted? Azt túrja neki. Tolatni fog. Az amúgy célzásnál nagyon-nagyon fontos, hogy tud, hogy mit fog csinálni az enemi. És általában azt lehet tudni, hogy mit fog csinálni. Mint például a 230 PM engem kilőni. Nem értem. Nekem is van LC-vönöm, de az a retek mód nem így működik.
Hát nagy szenvedés árán amúgy. Nagy szenvedés árán. De, jó. Mindegy. Nem tudom. Az az érzésem, hogy amióta egy picit megpróbálom lelassítani a játékomat, azóta jobb. Ki ez a gamer? Ki ez a gamer? Hallod? Leszpotolja az minden... Hát, ez kemény. Most meg lenne időm a videóra, csak nincs kedvem csinálni valamiért. Inkább RTS 2-re tolom újra. Sokat mostanában. Jó játékod, Bence. Na, viszont már ennyi, mert ver a víz, szét van a gyomrom. Valamit sikerült vagy beszednem, vagy összeennem, vagy megint olyat ettem, amit a szervezetem éppensége nem feltétlen kíván. Úgyhogy most ne arugudjatok, de a mai napra ennyi. Holnapi nap folyamán 6 órától Farming Simulator, csütörtökön meg volt, pénteken YouTube-on a Farming, de amúgy kiírtam mindent. Kiírtam mindent, úgyhogy ott le tudtok követni. Le tudjátok követni. Ne felejtsétek el, hogy jövő hét szerdán egy botos találkozó, 75 hely van. Aki szeretne jönni, regisztráljon, mert egyre kevesebb. A pékséges lány megfeküdte a gyomrod, lehet. Lehet, Kigyi. Na akkor térek vissza csinálni LTS-ben a The Reaper-t. Rendítsek. Na jó van, tényleg én örültem és köszöntöm, hogy itt voltatok. Remélem nem bántátok meg, hogy mai nap folyamán velünk tartottatok, vagyis velem. És akkor holnap találkozunk. Örültem, köszöntem. Sziasztok!